A magyar kastélyépítészet kiemelt alakja az Esterházy család. A főnemesi família grófiága Tatát választotta egyik birtokközpontjává, ahol végül Fellner Jakab tervei alapján felépült az impozáns kastély. 2018-ban a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében elkezdődött a helyszín nagyszabású rekonstrukciója. 2021. május 25-én pedig hivatalosan is megnyitotta a kapuit a felújított kastély. Valójában ez az átadás hosszú-hosszú évek adósságát törleszti részben, mondom csak, hiszen ha jobbra nézünk, akkor büszkék lehetünk az elkészült fejlesztésekre, de ha tőlem balra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy feladat is van még bőven. A kastély teljes körű megújításával tartozunk a városnak, tartozunk az Esterházy családnak, a magyar kultúrának és a magyar történelemnek. Ha hátra tekintünk az időben, akkor láthatjuk, Tata az ország életének sok fontos óráját élte meg, sőt, maga is alakította azokat. Feküdt az ország közepén, királyok találkozóhelye volt, luxemburgi Zsigmond és Mátyás épített benne palotát. Feküdt a legelső vonalban az oszmán háborúk idején, a nevezetes petárda robbantás vagy patara robbantás hangjai nem csupán bejárták Európát, de az oszmán birodalom visszhangzott bele, majd a törökkel szembeni küzdelemben Győrben és Pápán is alkalmazták. A hódoltság utáni újrakezdés és újjáépítés idején a város élete összefonódott az Esterházy családéval. Ismerjük jól a család sorsát, a Habsburg monarchia vezető familiái közé tartoztak, sok fordult meg rajtuk és általuk. 1897 őszén itt ebben a kastélyban, ami addig a Schönbrunni béke szülőházaként volt ismert, egy hadgyakorlat alkalmával 3 napot töltött II. Vilmos császár és Ferenc József, önmagában mutatja ennek a kastélynak a jelentőségét. A kommunizmus nem tudott mit kezdeni a múlttal, és ezért nem tudott mit kezdeni egy kastéllyal sem. A rendszerváltást követően pedig hosszú időn keresztül nem volt elég erő és lehetőség arra, hogy méltó módon állítsuk helyre a történelmünknek fontos darabját. Ma itt állunk, és büszkék lehetünk arra, hogy ilyen minőségben elkészült a kastély, és arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy mit kezdjünk azzal a múlttal és örökséggel, ami megmaradt és immáron rendelkezésünkre áll, láthatjuk, bemutathatjuk ezt. Működő intézményekre van szükség, amelyek szolgálják a helyi közösséget, segítenek a gyökerek megerősítésében, kultúránk megőrzésében. Olyanokra van szükség, olyan intézményekre, amelyek minden tekintetben hitelesek, kívülről és belülről is méltóak, az új feladat ellátására alkalmasak, és amennyire csak e körben lehetséges, fenntarthatóak. A közös erőfeszítés tehát itt Tatán eredményes volt, bár még csak a nagyobbik felén vagyunk túl. A helyreállítási alapban rendelkezésre álló források és a magyar költségvetés forrásai a következő években arra is lehetőséget adnak, hogy teljes egészében befejezzük az épület együttes felújítását. A kastélyprogram esetében általánosságban is ez a feladat, fel kell tárni a múltat, meg kell érteni ezeknek az épületeknek a jelentőségét, és ami az együttműködésben elengedhetetlen, hogy együtt dolgozzon levéltáros és művészettörténész, muzeológus és turisztikai szakember, tervező és kivitelező, közigazgatás és az önkormányzat. Ezért szeretnék itt is köszönetet mondani, hogy ebben a nagy munkában mindenkire számíthattunk. Az önkormányzat, a közigazgatás, a szakma képviselői, történész szakma, művészettörténészek részvételével sikerült megteremteni egy méltó emlékhelyet. Ez az épület számunkra arról beszél, hogy fontos a békességszerzés, fontos a fenntartható, tudatos gazdálkodás, fontos a haza szeretete, fontos a hon védelme, fontos a kultúra pártolása, de fontos az is, hogy az érdeklődők számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy időközönként a megközelíthetetlennek látszó kulisszák mögé is betekinthessenek. Ez az épület évszázadokon keresztül mindezeknek az értékeknek hordozója volt, és a tataiaknak, nemzedékeken keresztül, tataiak sokaságának a szívében ez a kultúra, ezek az üzenetek elhelyeződtek és működtek.
Nem véletlen az, hogy a tataiak és a térségben élők fontosnak tartják azt, hogy a saját közösségük számára fontos értékek, azok megmutatkozhassanak mindazok számára, akik alázattal, érdeklődéssel, odafigyeléssel érkeznek Tatára. Úgy vagyunk ezzel, itt tataiak, mint a hétköznapi ember a nap sütésével, a nap sugaraival, a nap melegségével, hogy a szívére teszi a nap melegét, a szívébe fogadja, de szeretettel és nyitottsággal osztja meg a nap melegét mindazokkal, akik a környezetében élnek, akik barátsággal és tisztelettel közelítenek felé. Ez a barokk kisváros tel is tele van gyönyörűséges, szép alkotásokkal, ami közös épített és kulturális örökségünkkel, egy olyan természeti környezetben, amelyet a Jóisten csakis jókedvében teremthetett, annak érdekében, hogy a mindenkori itt otthonra lelők is kedvüket lejjék benne, és mindig újabb és újabb erőt merítve belőle az egyéni és közösségi boldogulásukat tudják ezáltal is segíteni talentumaiaknak megfelelően. Azok, akik nagyobb számban rendelkeznek talentummal, azok nagyobb felelősséggel is tartoznak a közösségük iránt. Az Eszterháziaknak jutott a talentumokból, láthatjuk majd a hamarosan megnyíló kiállítás bemutatóin keresztül is, és ezt a talentumot úgy használták, úgy sáfárkodtak vele, hogy a személyes megélhetésük, gazdagodásuk is biztosított legyen, de tudták azt, hogy felelősséggel tartoznak a saját helyi közösségük irányába, és a nagyobb közösség a nemzet irányába is. És tudták azt, hogy ha kell, akkor karakán módon kell az érdekeiket képviselni. A személyes, a családi, a rokonsági, a helyi közösségi, a saját osztályuk érdekeit is, de úgy, hogy a szükséges kompromisszumokat, a békesség, a munkabéke, és mondjuk úgy, hogy a körülöttünk élő közép-európai béke biztosítása és megteremtése érdekeit is szolgálja. Ha valamiben példát vehetünk az Eszterháziakról, akkor ez a békesség szerzés, a kompromisszumokra való törekvés, a mintagazdaság fölépítése, hogy csak olyat hozunk létre arányosan, nagy odafigyeléssel, az esztétikára is odafigyelve, ami hosszú távon fenntartható, önmagát is képes fenntartani, és tudja gazdagítani a családot és a közösséget. Példát vehetünk a kultúra szeretetéről, a kultúra közvetítéséről, és példát vehetünk arról is, hogy szeretnünk kell a magyart, a magyar hazát, a hont, és hogyha szükséges, akkor időközönként személyünkben kell vonulni a haza védelmére. Egy katonavárosban különösen fontosak ezek az üzenetek. Kívánom azt mindannyiunk számára, hogy a jelen és a jövendő nemzedékek lelkében is megszülessenek ezek a fontos gondolatok, és mindig legyenek közöttünk olyan szolgálattevők, akik tudják azt, hogyha a haza megköveteli, akkor a hon védelmére nem csak szellemi és kulturális téren, de fizikális téren is oda kell állni, és a szolgálatot teljesíteni kell, a feladatot el kell végezni. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan műemléknek a felújítása, amelyre már több évtizede sor kellett volna, hogy kerüljön, mindenképpen egy fontos esemény. A kastélyok egyébként is a turisztikai attrakciók sorában egy előkelő helyet foglalnak el, egyedi utazási döntéseket tudnak generálni. Így van ez Tata esetében is, illetve akár, hogy a szomszédos helyszíneket említjük, akkor a Bajnai Sándor Metternich kastély, amely szintén több évtizeden keresztül kihasználhatóan állt. Vagy ilyen például a Majki Eszterházi kastély és kamaldúri remetesség, ahol ugyan egy első ütem elkészült, azonban úgy gondoljuk, hogy ez a mostani második ütemmel vált komplexi az egész fejlesztés. Természetesen az ember nem a díjakért vagy a kitüntetésekért dolgozik, de ez mindenképpen fontos, hogy azt a hosszú évek munkáját, ami akár éjszaka művészettörténeti szövegek javítását jelenti,
akár különböző forrásoknak a felderítését, vagy akár különböző műtereknek a felderítését, gondolok itt akár, hogy Eszterházy Blackwell Francescától, az utolsó tatai gróf Eszterházy Miklós lányától, Ausztráliából, a pandémia kellős közepén vissza tudtuk vásárolni és vissza tudtuk szállítani, illetve adományként tudtuk fogadni a műtárgyakat, amelyek egykor ebben a kastélyban voltak. Tehát ezek mindenképpen olyan munkák, amelyek hosszú évek sok befektetett energiáját igénylik, de ezért természetesen mindenképpen jól esik az embernek, hogyha ilyen elismerésben részesül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha Tatát egységes turisztikai kínálati alapnak tekintem, élővizek városával, fényes ösvénytanösvénnyel, a várral, a tó körüli sétánnyal és az Eszterházy kastéllyal, akkor az Eszterházy kastély megnyitása lesz az az ínapont, amiért érdemes lesz még több embernek és még gyakrabban Tatára járnia. A közönség nagyon izgatott, ez egyrészt annak is tudható, hogy ugye 3 éve a tataiak és a környékbeliek látják azt, hogy látványosan és aprólékosan, de hogyan újul meg a város egyik emblematikus épülete. Másrészt sajnos a koronavírus világjárvány azért lelkileg nagyon sok embert meggyötört. Kiszabadulni a természetbe, a kulturális tartalmak iránti felértékelődést gyakorlatilag lefordítani a mostani hétköznapok nyelvére, ez mindenképpen egy olyan dolog, amit nem csak a tataiak, nem csak az ide látogatók, hanem mi magunk is nagyon-nagyon várunk, azzal a sok száz emberrel együtt, akikvel végig kísértük ezt a 3 éves időszakot. Rendszerváltozás óta minden polgármester, minden tatai képviselő azon is dolgozott, hogy ebből egyszer legyen egy ilyen csoda. Én nagyon hálás vagyok, hogy az elmúlt évek kemény munkája azt az eredményt hozhatta meg, hogy Bencsik János országgyűlési képviselő úr hathatós támogatásával a magyar kormány elfogadta a javaslatot és betette a kastélyprogramba, és bekerülhetett a kastélyprogramba a tatai kastély, és nem csak hogy bekerült, hanem elsőként átadásra is került a megújítás során az első üteme. Ez nagyon fontos nekünk tataiaknak, hogy ez mindig így rögzítsük, hogy ez az első ütem. Folytatódik a kastély, valószínűleg még 2 ütemben folyik ez a munka. Hálásak vagyunk nagyon, tehát a magyar kormánynak, képviselő úrnak, a Nemzeti Örökségfejlesztő Kft.-nek, amelyik a NÖF-nek, amelyik az egésznek a szakmai munkáját fogta össze, a város kiváló munkatársainak, Kövesdi Mónikát hadd említsem meg külön, aki ennek a kastélynak a újra gondolásában nagyon komoly munkát tett bele, azoknak a munkatársaknak például, akik a régi kastélybútort visszavásárolgatták a magyar állam javára, az egész világról több mint 60 olyan tárgyat sikerült visszavásárolni, amit itt most mi újra láthatunk, és ami itt volt a kastélyban, vagy köszönjük Francescának Ausztráliából az Eszterházy család élő leszármazott családjának is az adományait és a szeretetteljes idegondolását. Reméljük, hogy a nyár folyamán valamikor ellátogat hozzánk, és személyesen is megnézheti édesapja örökségét. És mindenkinek, akinek bármi kicsi része volt a tervezőktől, a kivitelezőkig, hálásan köszönjük ezt a munkát. De leginkább talán az Eszterházy családnak kell megköszönnünk, hogy Tatát, amikor ajándékba kapták, akkor ők ezt nem a sajátjukként kezelték, hanem a városéként. És ezt a várost, az egész várost fejlesztették. Ha csak a malmokat hozom példának, hogy megépítették azt a sok malmot, amit rögtön odaadtak egy-egy családnak, hogy tudjon benne dolgozni, de az összes többi olyan munka, amiben a tatai családoknak adtak munkát, ahhoz méltó ez a környezet, amit kialakítottak, és ahhoz a gondolkodásmódhoz méltó a szabadtéri színpad, a kultúra, a zene, tatai megteremtése, Menner Bernát idehívása, de ugyanígy Mikovény Sámuelt említhetjük, vagy Felner Jakabot, és még sokakat, az olasz kőfaragókat, akiknek a házát most újítjuk meg. Szóval ez egy hatalmas nagy rendszer tulajdonképpen az egész, és azon belül a legnagyobb égkő, a korona tulajdonképp készült el a nagy kastélyépület. Úgyhogy hálás szívvel köszönöm, és bíztatom is a megvalósítókat, hogy abba ne hagyják, hanem folytassák ezt a munkát, és nagy-nagy szeretettel hívok minden kedves tatait, minden nem tatait, aki erre jár,
aki ide kirándul, vagy itt ide jön nyaralni, jöjjenek el, nézzék meg a kastélyt. És ne csak egyszer, mi tataiak rendszeresen jöjjünk, hála Istennek egy kiváló kávéház is nyílt a kastélyban, így bármikor beülhetünk jegy nélkül is csak a kávéházba, be lehet ülni, de érdemes elhívni a rokonainkat, barátainkat, most az idén úgysem megy senki külföldre, hívjuk ide őket, nyaraljanak itt Tatán, és nézzék meg a kastélyt, és élvezzük azt az örökséget, amely ilyen formában most már a közösségünké is, és megújulva, megszépülve gazdagíthat bennünket a mai napon is. A felújított kastélyban egyaránt van jelen a régmúlt varázsa és a modern kor ereje, így minden generációnak izgalmat nyújt az Eszterházi örökség, a nyitást követően pedig kezdetüket vették a különleges múzeumpedagógiai foglalkozások is. Kiállítási koncepciónak a része volt, hogy gyerekek részére is élvezhető legyen a kiállítás, és ezért van gyermek szintje. Attól függően, hogy hogyan érkeznek a gyerekek, tehát családdal, osztállyal vagy óvodás csoporttal, attól függően különböző foglalkozásokon vehetnek részt, és különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Igazándiból ugye több szintű ez a szolgáltatás, hogyha mondjuk családdal érkeznek, akkor igénybe vehetnek családi kis foglalkoztató füzetet, amit a kiállításban is föl lehet használni, valamit otthon is meg lehet fejteni, játékos feladatok vannak benne, és végig kíséri a családot egy kis kutya, egy vadászkutya, akit vitéznek hívnak, és igazándiból tényleg kötődik a kastélyhoz és az Eszterházi családhoz, mert ugye itt a falkavadászatokon rendszeresen használták a vadászkutyákat. Ezen kívül, hogyha csoporttal érkeznek a gyerekek, akkor és egyéni látogatóként, akkor feladatlapok vannak, amik a kiállításhoz kapcsolódnak, és meg lehet oldani ezeket előzetes instrukciók segítségével. Hogyha pedig úgy érkeznek a csoportok, hogy előre bejelentkezve, akkor pedig külön múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt. De hogy miért fontos ez? Ugye ez volt a kérdés. Igazándiból azért, mert a modern, több tíz évvel ezelőtt elindult felfogás szerint a múzeumokat és a kiállítótereket úgy kell bemutatni, hogy az élvezetes legyen a látogatók számára. Na most ehhez az szükséges, hogy az érdeklődéseket felkeltsük, foglalkoztassuk őket, és lehetőséget nyújtsunk arra, hogy mondjuk megfoghassák, megszagolhassák, megérinthessék a múzeumban vagy kiállítótérben kiállított tárgyakat. Ez különösen fontos a gyerekek számára. Ahhoz, hogy ők tényleg megértsék és élménnyel távozzanak innen, ahhoz nagyon sok segítségre van szükségük, és minden modern vagy mai kiállítótérben lehetőséget kapnak a múzeumpedagógiai foglalkozás keretében erre. A kiállításnak a földszinti termében vagyunk. Ez a szoba nem egy kiállítótér, tehát nem egy interiőr, hanem kifejezetten múzeumpedagógiai foglalkozásokra lett kialakítva. Itt gyakorlatilag a gyerekeknek szóló játékok vannak, foglalkozásokat részben itt, részben ugye a kiállítótérben tudunk tartani, és különböző kategóriába vannak sorolva ezek a foglalkozások. Hát egyrészt korosztály szerint, tehát óvodástól középiskolás korig. Igazándiból szeretnénk azért majd az idősebb korosztályt is idővel bevonni ezekbe a foglalkozásokba. És ennek megfelelően itt ugye játékok vannak, hogyha itt körülnézünk, akkor lehet látni jelmezeket, ezekben például a kiállítást, mint egy élő múzeumot úgy lehet megtekinteni, és szerepjátékkal azonosulni ugye a hajdani Eszterházi grófokkal. Aztán vannak olyan játékok, amik nagyobbaknak valók, tehát inkább az idősebb korosztály számára érdekesebbek, kirakók, logikai játékok, valamint vannak olyan foglalkozások, ami műhely foglalkozás. Ez azt jelenti, hogy a kiállítótérben megnézzük egy részét a kiállításnak, tehát tematikusan foglalkozunk mondjuk a fűtéssel, vagy foglalkozunk a csempékkel, és utána pedig itt a múzeumpedagógiai foglalkoztatóban egy ilyen kis kézműves foglalkozás keretében elkészítünk a kiállításhoz kapcsolódóan egy tárgyat, mondjuk megfestünk egy csempét, vagy elkészítjük az Eszterháziak üvegcímerét, és ezt a tárgyat viszont haza is vihetik emlékként a gyerekek. Ez a kiállítás is úgy épül föl, hogy
sok interaktív elem van, a gyerekek is tudják használni a rajta lévő információkat, de itt a múzeumpedagógiai teremben egy olyan interaktív tévé van, amin csak az ő számukra készített programok vannak. Igazándiból egy ilyen interaktív tananyaghoz tudnám hasonlítani, de ez attól sokkal-sokkal izgalmasabb és érdekesebb, és csak a kiállításnak a témája van rajta, és ahhoz kapcsolódó feladatok, memóriajáték, kirakós, párosító, kvíz, tehát ez teljesen a kastélynak a kiállítását fogja magában, és ez is korosztályonként van fölépítve. Ami az érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy talán ugye a gyerekek nagyon-nagyon sokat foglalkoznak mostanában ezekkel az informatikai eszközökkel, és ez már lehet, hogy már unalmas is a számukra, de itt a teszt üzemben kiderült, hogy nagyon-nagyon élvezik ezt a játékot is. A fiatalok maguktól nem járnak múzeumba, és kiállításra sem. Őket ugye motiválni kell, és el kell vinni. Hát ez vagy a család feladata, vagy pedig az iskola, és az óvoda feladata, általában inkább ugye iskolából jönnek a csoportok és óvodákból. És én úgy látom, hogy a gyerekek olyankor talán meglepődnek, hogy ez egy újdonság számukra, hogy így is lehet megnézni egy kiállítást, tehát hogy egy életszerűvé válik azzal, hogy ők foglalkozhatnak a kiállításban, saját maguk felfedezhetnek részeket, kikutathatnak dolgokat, tehát ők egy kicsit ilyen interaktívan és közvetlenebből részeseivé válnak a kiállításnak. Na most nem titkolt célunk az, hogy ezzel elérjük, hogy későbbiekben is szívesen járjanak kiállításokra, szívesen járjanak múzeumba, és ezzel a szemlélettel nézzék majd a későbbiek során ezeket a kiállítótereket. A múzeum pedagógiai foglalkozások nem csak a tanulóknak nyújtanak izgalmas perceket, az oktatási intézmények tanárainak is érdekesek lehetnek az interaktív programok. Mi is nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy a kastély végre megnyitotta kapuit, és rögtön az első adandó alkalommal az osztályommal jelentkeztünk is egy múzeum pedagógiai foglalkozásra, hiszen nagyon fontos, hogy itt a Tatán élő gyermekek testközelből megismerjék ezt a kastélyt, ők még nagyon picik, és nem jártak előtte ebben a kastélyban, nem látták a felújítatlan állapot előtt. Mivel mi egy múzeumpedagógiai foglalkozásra jöttünk, ezért nem jártuk be a kastély összes termét, hanem a gyerekszobákat néztük meg, és a fürdőszobát. A foglalkozásunk ugye a csempére épül, és így ezeket a holland csempéket néztük meg. Ez elsősorban itt a digitális oktatás miatt látjuk azt, hogy nagyon sok mindenből kimaradtak ezek a gyerekek, és most újra érezzük azt, hogy mennyire fontos őket elhozni, megismertetni a városunk, az országunk kultúráját, és hogy egyáltalán hogyan is kell viselkedni egy-egy ilyen múzeumlátogatás során, és nagyon örülünk, hogy most erre újra lehetőség nyílt, és a gyerekek érezhetik azt, hogy ez más, mint az iskola. Nagyon élvezik, vannak nagyon érdeklődő gyerekeink, a múzeumpedagógusok is felhívták a figyelmet, hogy olyan kérdéseket kapnak a gyerekektől, hogy ők is meglepődnek, mennyire érdeklődőek, és volt egy különleges lehetőség, hogy ne legyen csoportütközés, egy olyan titkos csigalépcsőn jöttünk le, ami a nagy közönség előtt nincs megnyitva. A kastélyban az élet igazán a protokoll megnyitó után kezdődött el, amikor az érdeklődők százai érkeztek a felújított épületbe. Szentesi Éva például az értelmiségi nyugdíjas klubot invitálta a vezetett kastély bejárásra. Elképesztően szép, hallatlan boldogság a kastélyt látni, benne lenni, egyáltalán tudni azt, hogy nekünk tataiaknak van egy ilyen. Én komolyan mondom, amikor először bementem és végigjártam, a szívem elszorult, tele van gyönyörűséggel. Nagyon-nagyon jó sikerült, rendkívül elegánsan, nagyon jó minőségben állították helyre. Gyönyörűek az installációk, nagyon jól használható minden, tehát jó a tájékozódási lehetőség, rendkívül kedves a személyzet, kivétel nélkül mindenki, gyönyörűek a kiadványok, érdemes minden kiadványhoz hozzáférni, megszerezni, megvenni, mert jó otthon olvasgatni, én mindent elolvastam, és az is nagyon nagy örömet jelentett. Szóval csak azt tudom mondani, hogy nagyon boldogok lehetünk mi tataiak ettől.
A tárlatvezetések nagyon jó minőségűek ugyancsak. Minden barátom, kollégám úgy jön ki, hogy nagyon érdemes és nagyon-nagyon szerethető a program. Tulajdonképpen én a barátaimat szerveztem most ide. 75-en jöttünk, ez 4 csoport, mindegyiket idegenvezető vezeti, és az első csoport jött ki, és nagyon-nagyon jó véleménnyel voltak ők, és mindenki úgy jött, hogy de boldog, hogy itt lehet. Román Gézáné Tatabányáról érkezett, hogy a képek mellett végre személyesen is megcsodálhassa az Eszterházi örökséget. Én meghatott vagyok, én a kommunikáció embere vagyok, hivatásom apropóján egy magyar történelem szakos kulturális menedzser idegenvezető állít ön előtt a magam 71 évével, és lehetek eléggé bölcs is, meg eléggé meghatott is. Ugye az ember bejárta már a fél Európát, de Tatabányai illetőségű vagyok, viszont a fiam itt dolgozik Tatán, baráti köröm is ide, és hetente, két hetente vírust megelőzően jártam ide. A kultúra apropóján, a várba, a tanösvényre, mindenre. Nagyon sok barátom van, nagyon sok ismerősöm van, és hát reszketve vártuk őszintén, mondom ezt a megnyitót, és 2 napja volt a hivatalos, és azt mondtam a barátnőmnek, mert ő van most kocsi apropóján, ugye olyan nem pozitív helyzetben, hogy el tudott hozni, hogy meg kell néznünk. Hát meghatottam. Nem kértünk audioguide-ot, mert egy kicsit időben vagyunk szorítva, de hát talán a Marika is látta, hogy meg nem tudok állni, mert ugye nagyon sok mindent tudok a történelemről, de hát azért sok újdonság, és úgyhogy végegyszer el fogok jönni, amikor majd még azért plusz információkhoz is juthatok. De mondom, ebbe a 2 napba megosztottak már boldog-boldogtalan, és azt mondtam, hogy úristen, már az országból innen-onnan jöttek, úgyhogy rohanjunk, mert elviszik előlünk ezt a csodálatos kastélyt. És hát ugye, amiket láttam Menner Bernátról, ugye hát a zeneiskola tudok, mert hát művész gyerekem van, akkor az Eszterházi családról, a fraknóiakról, a galántaiakról. Tehát még azért mondom, hogy majd egy abszolút idevaló idegenvezetést is meg fogok hallgatni, mert szeretném még igazából még gyarapítani a meglévő tudásomat. Esztétikus, szép, autentikus, gyönyörű, hát mit mondjak? Ahogy azt a felújítást végző szakemberek is elmondták, annak jelent igazi értéket a kastély, aki a rekonstrukciót megelőzve is látta. Forgó Pál szakpszichológus számára talán még szívhez szólóbb az átalakulás. Nagyon szépen sikerült a rekonstrukció. Nekem volt szerencsém látni még akkor, amikor itt kórházként üzemelt, amikor itt pszichiátriai betegek voltak elhelyezve. Összetudom hasonlítani a kettőt. Fantasztikus munka, amit végeztek, nagyon szép a kiállítás anyaga, modern technikát is felhasználva, minden fontos információ rendelkezésre áll, ami a kastélyel kapcsolatos, és amire az ember kíváncsi, meg is tudja nézni. Ezek az interaktív rendszerek, amik kialakításra kerültek, nagyon-nagyon jók, összefoglalva nagyon szép, nagyon szép. Nagyon sok információt tud adni, hiszen a kastélynak a történetét nagyjából ismerjük, viszont konkrétumokat kevésbé. Új adatok ismerültek fel az átépítés során, akár a titkos pincével kapcsolatosan, akár a különböző helyiségek funkciójával kapcsolatosan. Nagyon sokan hallottunk arról, hogy a békeszerződést is itt írták el a Schönburg végignek, de az, hogy hol, melyik terembe, az egy új információ volt. Nagyon szépen ki lettek alakítva ezek a termek, könnyű végigjárni őket, nagyon jó az idegenvezetés és információt elég sokat biztosít. Aki viszont még kíváncsi, az nézegetheti a tablókat. Reméljük, hogy információs füzetek is fognak majd rendelkezésre állni, ami kiegészítik ezeket a dolgokat. A kastély felújítása a turizmus világában tevékenykedőket is lenyűgözte. Tátus Tímea, idegenvezető már izgatottan várja, hogy a helyszínre kalauzolhassa a látogatókat. Fantasztikus, így egy szóval, röviden, tömören, de igazából nem tudom röviden összefoglalni azt az élményt, amiben részem volt, amikor bemehettem és körbe sétálhattam. Úgyhogy szerintem fantasztikus munkát végeztek a tervezők, és Kövesdi Mónika kolléginámat innen is szeretettel üdvözlöm és magasztalom, mert tudom, hogy neki nagyon nagy szerepe volt ebben a kastélynyitásban, illetve a szervezésben.
Szerintem minden a helyén van, minden apró részlet tökéletes, és méltó emléke annak az Esterházy korszaknak, vagy annak az időszaknak, a több mint 220 évnek, amit ők itt töltöttek, illetve a történelmi eseményeknek is a megörökítése. Ugye nagyon sok történelmi eseménynek adott helyszínt a kastély, úgyhogy ezek is nagyon részletesen és nagyon szépen ábrázolva vannak. A modern technika, a 21. századi interaktív alkalmazások is megjelennek, tehát nagyon interaktív az egész kiállítás. Szerintem minden korosztály számára van olyan terület, ami mindenkit megfog, tehát a kicsiktől az idősebb korosztályig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tökéletes lett, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy végre elkészült, és hogy most már ajánlhatjuk, mutathatjuk, és látogathatjuk mi is. Az épület igazi inspiráció is, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Komondi Ágnes Tata könyvében is sokat segítettek a kastély szakemberei különleges információkkal. Engem elvarázsolt. Ez a kastély nagyon, nagyon szép lett, nagyon látványos lett. Összehozták a múltat a jelennel, és azt gondolom, hogy a legnagyobb erénye pont ez, hogy maivá tudták tenni a múltat. Tárlatvezetést mindenkinek szívbe ajánlom, nagyon profi szakemberek viszik körbe az emberkéket. Mindig mutatnak újat, én már egy párszor végigmentem a kastélyon. Mivel én egy év alatt a könyvhöz, a Tata könyvhöz információkat gyűjtöttem, így az itt dolgozók, akik részt vettek ezekben a rekonstrukciókban, meg a felújításban, nagyon sokat segítettek, és itt is köszönöm számukra ezt. Végigfotóztam a rekonstrukciót a felújítás alatt, lehetőséget adtak arra, hogy a könyvben felhasználjam ezeket a képeket. Végül is a kész állapot került be, de jó volt belelátni abban, hogy dolgoznak a szakemberek, hogy mennyi aprólékos munka van, mekkora mennyiségű munka van mögötte. Hihetetlen, tehát hogy aki ezt nem látja, az nem tudja elképzelni, hogy hány ember, hány órája, napja, hete, hónapja van ebbe, hogy a kastély mai formáját mutatja. Szóval tényleg csak gratulálok, ez nagyon ráfért Tatára. Végül a legkisebbeket is fontos megemlíteni, hiszen az épület kialakításában meghatározó szerepet játszott, hogy minden generáció számára érdekes legyen, ami az eddigi visszajelzések alapján jól sikerült. Gyönyörű, és attól még, hogy milyen 8-9 évesek vagyunk, még nekünk is izgalmas lehet. Volt a babaház, azt kipróbáltuk. Ugye én már nagyon régóta el szeretnék ide jönni. Hát igen, meg ugye nekem ez a hobbim, hogy ezeket a kastélyokat bejárom itt Magyarországon, meg hát szeretem az ilyeneket, meg ugye én szoktam nézni, hogy akkor most mi eredeti, meg szoktam kérdezni, mert engem ez nagyon érdekel. Ugye megnéztem, mert láttam ugye képeket, hogy milyen volt ugye régen, hát és ehhez képest nagyon jól néz ki. Nagyon szép ebből a kastélyból, abban nagyon szép a tóra a kilátás, hát nekem ez így nagyon tetszik. Megmutatja, hogy éltek itt régen az emberek, mondjuk ez több kastély is megmutatja, meg ugye a város is nagyon szép. Ez egy csempe, amit ugye én készítettem, ugye először adtak egy ilyen kartalapot, ami így körlakú, ugye látni, hogy ezt így nem én rajzoltam, aztán ugye egy ilyen kép alapján, ami fent van a egyik fürdőszobában, ugye azt szerint csináltuk. És hát nem volt egyszerű megcsinálni, mert nagyon mozgott így a ujjam, mert ugye a csempe ez egy kicsit csúszik is. A kastély bejárását követően mindenkit elvarázsolt az impozáns épület, annak felújítása és az intézmény munkatársainak profizmusa. A kastélyból, hogy melyik a kedvenc részem. Én valahogy már, mivel annyira vágyom már itt a bezártság után, hogy elmehessek egy templomba, a kápolnánál is nagyon meghatódtam, de nagyon tetszik a nő lévén a grófi rész, de mindegyik színösszeállítás, amik talán úgy is öltöztem, májvaszínű székek, májvaszínű ez az, tehát valami csoda. Tehát úgy Cuzan men összességében csodálatos. Mindenkinek gratulálok, aki egy szöget is arrébb rakott, és aki a szellemiségét is adta hozzá, és mindenkinek, aki még most is ugye promotálja, mert van mit. Ez a kedvenc részem, ez a földszinten volt egy ilyen, ugye, ahol valószínűleg, ahol a grófi, ahol egy ilyen irodája. Grófnői lakosztálynak a hálószobája, ahol a bölcső van. Egyáltalán ez a grófnői lakosztály minden darabja, tehát úgy feminin, hogy
rendkívül szépen mutatja a kornak a kultúráját, a lakberendezést. Rácsodálkoztam praktikus dolgokra, hogy milyen nagyszerűen oldottak meg. Például az a pipera asztal, vagy az íróasztal, vagy az a gyönyörű ládika, amiben a szerelmes leveleket őrizték. Tehát olyan gyönyörű tárgyak vannak, és ennek a grófnői lakosztálynak a hangulata rendkívüli. Hát nagyon elegáns természetesen a díszterem, a zöld terem. Hát, ugye az ősök képével meg egyáltalán gyönyörű a helyreállítása, de az én szívemhez legközelebb ez a grófnői lakosztály áll. A zöld szalon, ez tetszett nekem. Gyakorlatilag a teljes Eszterházy család bemutatása, és maga a szalon megjelenése is tekintélyt parancsoló, nagyon szép, és azok a információk, amik ahhoz tartoznak, hogy ki, mikor, hol jelentek meg, kiképítették, ezek szintén tartalmaznak új adatokat. Nekem ez volt a zöld szalon a legszebb, ami nekem tetszett. Nagyon szép volt, és legjobban a díszterem tetszett. Az olyan szép és díszes volt. Hogyha a Nemzeti Kastély Várprogramot tekintjük, akkor mindegyik helyszínek megvan a különlegessége. Más egy neogótikus, historizáló kastély, például a Nálasdányi Eszterházy kastély. Más például egy késő barokk kúria, mint Komlott-ott faluban a Becski-Kossuth kúria. És hát persze más egy impozáns barokk kastély is, mint amit itt Tatán látunk, illetve ez egészen pontosan klasszizáló késő barokk stílusú. Fellner Jakab által tervezett épület. Mindegyiknek megvan a szépsége, így módon az ember nem is tudna választani közülük, hogy melyik a kedvence. Minden eleme tetszett, és én nagyon feltöltődve jöttem ki onnan, úgyhogy hát talán a grófnői szoba, ahol azért úgy kicsit az ő életükben nyerhettünk betekintést, illetve ahol a bölcső található, és még igazából az Eszterházy család élő leszármazottjának az ajándékainál érzékenyültem még el, hogy amiket a Franciska küldött, úgyhogy igazából így ezek a területek voltak azok, amik talán elsőre a szívem csücskévé váltak, de mondom, nagyon nehéz kiemelni kedvenc területet. A kedvenc helyszínem a kastélyban maga a kastély. Nem tudnék kiemelni egy részletet, nekem így unblock tetszik az egész. Tehát, hogy főleg ez, hogy a múltat összehozták a maival, tehát, hogy a fiataloknak is érdekessé tették, interaktívvá tették, kérhetünk vezetést, mehetünk egyénileg, tehát tényleg nagyon rugalmas ez az egész kastélynak a kezelés, úgyhogy mindenkinek egyszer látnia kéne. Kétszer vagy háromszor, szóval sokszor, és mindig találunk újat benne. Sok szépet mondhatnék, ahogy ilyenkor szokták mondani, a zsűri zavarban van, melyiket választa díjnyertesnek. Tényleg sokat választhatnék. Nekem egy nagyon kedves momentum van, ez a kápolna és annak az oltára. Volt egy ember, aki amikor a kommunisták ezt itt kiszórtak mindent, és tönkretették az egész kastélyt, és Ebek 30-adjára hagyták, akkor valaki elrejtette ezt az oltárt. Volt egy másik jólélek, aki a kommunizmus alatt ezt megőrizte az Orvostörténeti Múzeumban, eldugta, hogy onnan se nehogy kidobják, nehogy valaki mi baja legyen. Volt egy jólélek, aki erre emlékezett, és most szólt, hogy ott van ám az oltár elrejtve, kéritek-e vissza ide a kastélyba, és voltak nagyszerű szakemberek, akik megújították, és így visszakerülhetett az oltár. Így igazából ennek az egész kastélynak az életét szépen jelképezi ez a nagyon érdekes, különleges oltár, amit javaslom mindenkinek, hogy nézzen meg itt a kápolnában.